Jó reggelt, mi a távidva csatornák! Képen jelentkezik következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívása sorozat következő csodálatos részével, amiben olyan dolgokat fogunk csinálni, hogy megint a hátatokon föl fog állni a szőr. Én nekem meg azért állt föl a hátamon a szőr, mert a legutolsó rész legvégén lekresselt a gép és nem mentett. Ennek köszönhetően egy ilyen másfél órát küzdöttem, hogy kb. Ugyanoda sikerüljön visszahoznom mindent, mint ahol ugye voltunk az ezelőtti részben. Tehát ugyanúgy ez a terület, ami búzával be van vedve, az ugyanolyan legyen, a gépek ugyanúgy legyenek, a pénz ugyanott legyen, ugye, amennyit eladtunk tojást, a... mi volt még ennek kapcsolatban? A tyúkok ugyanannyira legyenek éhesek, vagy hogy mondjam, hogy ugyanannyi legyen benne náluk, ugye valamelyikben csak 2000, 4000, meg ilyenek vannak. Gyakorlatilag tényleg minden ugyanúgy legyen, ahogy abba hagytam. Hát ez elég nagy szívás volt, de megoldottam. Hogyha valamilyen apróság esetleg nem úgy van, nyugodtan írjátok meg, nagyon szívesen változtatok rajt, de mondhatni, hogy kb. Ugyanaz, ugyanott vagyunk, mint ahol abba hagytuk az ezelőtti részben. Sajnos, hogy a gameplayen kívül kellett ezt megoldanom. Sanyi meg elkezdett ásni, ha hále Isten, hogy már megjárás. Sanyi ne ássál, őrült módon, úristen, de miért mindig akkor, amikor nekiállok videózni? Na gyerekek, annyit kellene csinálni. Igen, egyébként tényleg olyan dolgokat találtam ki megint, ami miatt valószínűleg a hátatokon fog felállni a szőr. Egyelőre hordjuk be a raklapokat ide. Most itt nem fogom ezeket a tojásokat rendezgetni, ahol épp túrjuk, így. Hordjunk be minden egyikbe egy raklapot, jó? Az elsőben van. Hozzuk a másodikba, és akkor közben felvázolom a szituációt. Ja, és ugye nem kell megijedni, ez a sorozat az nem fog leállni, attól még, hogy a Farming Simulator 22-ben egy ilyen szuperrealisztikus szimulátor jellegű sorozatot kezd a Keeper. Tehát ez a sorozat, mivel ugye ez teljesen máshogy működik, gyakorlatilag az olyan, mint egy enyhén tutoriál sorozat, enyhén ilyen speedrun jellegű, enyhén talán ilyen menedzselés jellegű, úgyhogy ez egy egész más videósorozat, mint ugye egy Farming Simulator 22-ben egy ilyen nagyon realisztikus kormánnyal, meg mindennel végzett sorozat lenne. Úgyhogy nem kell megérni, ez teljesen más. Olyan igazából, mint hogy két külön játék lenne, ez inkább már hasonlít ilyen Farming Manager játékra. Ilyen Farming Simulator Manager, nem az, már nem jó Farming Manager játékra. És ugye a 22-ben meg egész máshogy fogunk, más dolgokat fogunk csinálni. Na, oda nézzél, olyan volt, mint hogyha érdekes módon csúszott. Itt meg van két tojás dik. Beledobom oda a balárába, ja. Úgyhogy olyan merréttem magam, gondolom ti is tapasztaltátok, hogy ilyen tök furcsán lett vége a sorozatnak, akkor a földes rész után másodikba kell vinnem. Ilyen tök furcsán lett vége, tehát úgy lett vége, hogy ilyen instant. Hát majdnem merréttem magam tényleg, amikor belegondoltam, hogy basszus, még nem is mentettem. És tényleg akkor az volt, hogy most akkor azt tudom csinálni, hogy vagy újra megcsináljuk azt a részt együtt, hát gondolom azt lehet nem preferáltátok volna, vagy pedig én gameplayen kívül így megpróbálok mindent visszaállítani, megnézem, hogy mennyi pénz volt, mennyit adtam el, megnézem, hogy mit tudom én, melyik földön hogy álltak, milyen növekedési stádiumban voltak a gabonák, így próbáltam így belőni. Annyit csináltam pluszba, hogy a füves területet elvetettem, igazából feléig már volt vedve, és akkor most le van tudva, akkor nem, azt nem kell megcsinálni, jó? Gondolom ez nem olyan gyorsan hatalmas probléma, ez nem tudom miért dobálja el ezt a ládát, vagy ezt a raklapot, ne dobáld el a ládát, hát de ő Richard meg a képre. Oké, még egy darabot hozunk a legutolsóba, és akkor utána kapaszkodjatok, szerintem így kapaszkodjatok tényleg meg a, hogy üljetek le, meg kapaszkodjatok meg a széktámlátokba, mert szerintem a legdrasztikusabb, egyik minden egyes részben egyébként ilyen extrém drasztikus dolgot csinálok. Figyeljetek, jön az airdrop-e! Dobja le a izét a power armot. Na, igen, de most tényleg megint drasztikus lesz. Néhányan így lehet, hogy így, úristen, mit csinálsz, Keeper, mindjárt kezdődik, várjatok.
És ma kezdem is. Ja, először is hadd pörgessek bele az időbe, menteni fogok nagyon sokat egyébként, ezután rájöttem. Az automata mentést nem kapcsolom be, mert az meg lehet, hogy ilyen tök idegesítő lesz nekünk. Belepörgetek az időbe, legyen napos idő, mert megőrülök, hogy nem napos az idő. Úgyni. Csöpög az eső, még egy kicsit vagdolódik, gyerekek, hát itt a felhő fölöttünk azért. Várja, még egy picit belepörgessek, akkor elmúlik. Na, tűnjen el eső. Ilyenkor miért nem tűnik el egyébként? Már napos időt mér. Na, érdekes. Na jó, mindegy. És kezdtem. És kezdem azt az őrületet, amitől szerintem meg fogtunk vadulni. Ja. Egyébként tényleg valószínű, hogy meg fogtok vadulni. Visszaállítás. Úristen, nem is mondok semmit, bazzeg. Nem is mondok semmit. Oké. Okay. Visszaállítás, oké. Visszaállítás, oké. Visszaállítás, oké. Okay. Basszik, komolyan mondom, már meg fogtok ölni a képet. Mit csinálsz, Skipper? Mit csinálsz? Gyerekek, feladjuk a gazdaságot. Arra gondoltam, hogy ezután nem fogunk... Rájöttem, hogy nem, fölösleges kombányt vennünk. Vesszük a földeket, azt mindig learatjuk azt, amelyiken van, de hogy ez nem jött be, mert a kombájn nélkül nehéz, mi? Nem. Úgy gondolom, hogy ez a sorozat mindenképpen ugye eltér egy ilyen autentikus sorozattól, és beszéltem nagyon sokat róla. Sokat beszéltem, direkt felkészítettelek benneteket, hogy itt nagyüzemi, precíziós termelésre kell számítani. Szóval... előbb-utóbb el kell jönni annak az időnek, hogy meg kell venni gyerekek, és nem kell, nem jó, nem kell köztes méretű gépeket venni. Ez meg itt be akar, buha. Nem kell köztes méretű gépeket venni, hanem meg kell venni a legjobb gépet. Mert a legjobb gépnél nincs jobb, és a legjobb gép a leghatékonyabb, a legjobb gép a legütősebb és leghasznosabb. A gazdaságot szempontjából, hogyha komolyan akarod csinálni. Ha van nekünk három darab gépünk, ami mondjuk ugye 6 méteres darabja, viszont ugye az háromszor annyit fordul, mint hogyha egy gépünk lenne, még háromszor ekkora lenne. Meg ráadásul ugye az ürítéssel is kevesebbet kell bajlódnod, úgyhogy egy nagy gép mindenképpen jobb, nem csak annál fogva, hogy szélesebb a vágóasztal, hanem ugye annál kevesebbet fordul. Ezt ugye már egyszer végig levezettem, hogy ugye 100 méteres földön, széles földön az 1 méteres vágószélességű 100-szor fordul át, a 2 méteres vágószélességű már csak 50-szer fordul át, a 10 méteres vágószélességű az meg már csak 10-szer fordul át, ugye? Úgyhogy ezért, mivel a fordulások rettenetesen sok idő, ezért a három gépet ki fogjuk váltani egy géppel, amelyik gyakorlatilag a legnagyobb. Úgyhogy érdemes a gazdaságot minél egyszerűbben, minél kevesebb géppel csinálni, de minél hatékonyabban, és minél nagyobb gépekkel, és minél modernebbekkel. Ugye ez a videósorozat mindenképp erről szól, ugye, hogy 1 milliárd eurót elérjünk. Ezért is gondoltam azt, hogy el fogunk, ja, de nézzetek, 587 ezerünk van. Ezért is gondoltam azt, hogy el fogunk indítani egy olyan videósorozatot, amelyik inkább a ráfogó szimulátor jellegre venni. Először is megnézzük az arató szerkezeteket, gyerekek. Az arató szerkezetek dominánsak leginkább számomra. Van nekünk egy készünk, meg van nekünk egy ilyen New Hollandhoz való Draper 45 feet-es, mi ez, lábhosszú. És ezen kívül még, amelyik ugyanilyen széles, 13-7-es. Ezt érdemes még megnézni. Azt érdemes még megnézni, ugye, hogy a 10 kilométerrel aratnak. Oké, ő már ugye kisebb. Akkor mindenképpen ekközül a három közül kell választanunk. Nézzük meg a kombájnokat. Egyébként ezek között még annyi a különbség, ha jól megnézitek, hogy ő kiengedhető kerekekkel rendelkezik, az tök jó. Ő meg nem. Az mondjuk nem egy utolsó szempont.
Nézzük meg a, ugye a betakarítógépeket. A betakarítógépeknél ugye van ő, amelyik ugye 40 km per órával, vagy 17 ezer liter fér bele, és más nem is nagyon kell tudnunk, lóerő meg ott van. Ez ugye erősebb, viszont kevesebb fér bele. Meg ugye rettentő drága. Ó, itt a kész, amelyik ugye szinte ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, hasonlókkal, mint a Nyuszi. És itt van a Johnny, amelyik 625 lóerős, 14.100 fér bele. Fú, gyerekek, nagyon el vagyok gondolkozva, hogy melyik lenne jó. 14.514. Egyébként lehet, hogy ez lenne a legjobb. Lóerőbe. 17.100. Hát, ha már egyszer a legjobb. És melyik aratószerkezetet vennénk hozzá? Hozzá melyik aratószerkezet illene? De várja, ő csak 25 km per órával. Mint láttam itt? Mit néztem az alap? Ja, átkattintottam erre, bocsánat. 40 km per órával megy. Így gyerekek, 465. Egyébként nem tudom, hogy ez a 390-es nem eléri meg jobban. Ezer liter belefér. Gyerekek, az, ja, az egy, jó, ő egy fent. De jó, hogy nem jöttem rá, hogy eddig ez egy fent. Gyönyörű fent. Ja, őnek izé, ő lehet izé, több is. Fentes vagy Ferguson. Hát lehet, hogy nem őt fogom választani. Egyébként nekem az a Newsy, ez tetszik. Miért is tetszettek a New Holland-ok? Lehet, hogy egy New Holland-a beugrunk, gyerekek. 430 ezer, meg ugye valami 80 ezerbe kerül a vágóasztal, vagy 90 ezerbe, és ráadásul vontatható is. Jó, gyerekek, ő lesz, figyelj. Megyünk egy New Holland-ot, jó? Veszünk egy New Holland-ot, ide megveszünk hozzá az aratószerkezetét. Ráadásul ugye a Newsy-nak vontatható volt. 13,7 méter, 14 méteres gyerekek. Körülbelül annyit visz, mint kettő régi kombájnunk. Én úgy érzem, hogy ezzel mellé nem tudunk fogni. Ráadásul nekem nagyon jó, hogyha... Én szeretem azt, hogyha ugye nem kell kocsit venni hozzá, nem kell rápakolgatni, az idő az pénz. Hosszú távon mindenképpen jobban megéri szerintem, hogyha így tudod húzingálni. Nem kell vele annyit szopnod. Oké, gyerekek. És megyünk is, és rá is fogjuk tenni egyből a földre, hogy arasson ezerrel. Annyi, hogy egyedül, kipróbálom, én fogom. Jaj, ne, ez a tábla, az. Ezek a kriptolit táblák. Legalább izébe SnowRunnerbe egy ki lehet őket csapni. Gyerekek, 40-nel megy, nem lassú. Nem is olyan horribilisen gyors, de azért nem olyan rossz. Figyeljetek, próbáljuk már ki. Mindenképp nyomunk egy... Igaz. Ajaj. Hülyeséget csináltam, szerintem. Érdekel, jaj, Istenem, hát milyen szar, ez mi volt? Hogy így, valami rosszat nyomtam, szerintem, várjatok, Q, oké, okay. És akkor most. Te milyen gyerek, a kapásból mit művel ezzel a kombájnál. Oké, okay, és akkor elvileg be kellene csuknom, ugye? Úgy, be kell csuknom. Most rá kell váltani a gépre. Ki kéne nyitni a gépnek a... tartályt. Egyébként ilyen extrém dinamikusan mozog. Nagyon furcsa idejékhez képest, a modolt gépekhez képest, hogy ilyen sokkal inkább gyorsabb, meg sokkal jobban mozog. Na, srácok. Hát akkor adjunk neki. Akkor adjunk neki, srácok. Ja, és végre ilyen jó nagy rendeket fog idejönni csapni nekünk. Ugye ennél szélesebb konkrétan nincsen modolatlanva. Figyeljetek, egy nyomok is neki egy hát, menjen végig. Meg igazából csinálhatja, és azt meglátjuk, hogy mennyire fog neki sikerülni. Tök jó, örülök neki, nagyon jó. A Krazzon gondolkoztam, hogy a Krazzon lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy be kellene rakni a nagy motort, vagy pedig ki kéne cserélni a telep Krazzra.
Meg a terepkraszba azt hiszem, hogy lehet valami extrém motorokat rakni, jó nagyokat, és emiatt ez lehet, hogy nekem tök jó lenne. Figyeljetek, kivisszük mindenképpen föld végébe ezt. Néhány eszközt egyébként ugye így tök jól le tudsz cserélni. Most három kombájn ugye elment a levesbe, és lett egy kombájnunk. Ami ugye mindjárt csökkenti a telepnek a bonyolultságát. Sokkal könnyebben, ugye egy darab kombájn kivinni a földre. Sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabban tudod ezt csinálni. Egyet kell üríteni. Ugye ezek fontos dolgok, srácok. Csak az lesz a baj, tudjátok mi lesz a baj? Rájöttem, hogy ő nem jó. Ő nem jó. Őt kivisszük föld végébe, fogunk bele üríteni, hogyha kell. Viszont az ifával ugye be kéne oldani a csirkéknek nyílre. Ugye a tele kellene oldani. Ez érdekes egyébként, hogy nyomosodik a idő a fű. Mindenre gondoltam be, hogy a fű is fűesedik. Az már nekem magas volt. Oké, gyerekek, lecseréltük ugye a legnagyobb kombányra, amit akartunk. Már ez akkor mit csinál az? Fordul? Hát ezért bele vagyunk keveredve. Mit várjál? Hadd fordítsalak meg, jó? Elmész így hosszába most. Oké, testvérem az úrba. Hogy hosszába szépen nagyon jó elmész. Úgy, de mindjárt jó lesz ez neked, figyelni. Oké. Szuper, gyerekek. Oké, jó hosszú csöve van ugye. Ki tudunk... Hol van ide? Érdekes, hogy a mapon úgy mutatja, mint hogyha... Ja, nem, mint hogyha benn mennék a telepen, de nem, hanem csak az aszfalt itt van. Tudjátok mit? Figyeljetek, itt mindjárt ki is ürítetem. Bemegyek mellé, úgyhogy úton leszek. Valamennyi ugye menni fog mindenképp a pótra is, mert az összeset nem fogjuk tudni behalmozni. Egyébként esélyes, hogy még veszünk még egyet, szóval kettő lesz, csak ugye most az eléggé drága mulatság volt. És mindjárt kifejtem, hogy miért jó megvenni a legnagyobbat. Gyerekek, azért érdemes megvenni a legnagyobbat, mert annál nincs nagyobb. Utána nincs az, hogy hát le kéne cserélnem, jaj de jó lenne nagyobb, jaj de jó lenne, kéne cserélni, meg mit tudom én. Ugye mindenféle problémád van, hogy igazából szeretnéd cserélni, mert nagyobbra vágysz, így gyakorlatilag megvan a legnagyobb, és utána egyszerűen nem kell gondolkoznod rajt, hogy mégis te milyet akarsz, hogy milyen kellene, hanem egyszerűen hátradőlsz, hogy oké, megvan a legnagyobb kombájnunk, ami létezik az FS-be, és ezt gondoltam egyébként, hogy megint belekeveredik. Nem ám levágod a fejemet, álljál már meg, hát Istenem, mindent nekem kell csinálnom. Oké. Okay. Ezt megindítjuk fölfele, aztán hadd szedje. Jó gulajt, rendeket csak, imádom, jó, már jó lesz, ez 17 000 liter, jó széles, vágószélesség ugye, jó nagy vágószélesség. Hát ez teljesen tökéletesen jó lesz, gyerekek. Ezt már érdi a... Érzi a keeper. Szalagos behordó szerkezet, ugye nem csigás, ami ugye a ferde felhordóra fölviszi az anyagot. Itt akarom megindítani fölfel, aztán hadd menjen. Úgy van, gyerekek. Csináld csak! És akkor mit kellene nekünk csinálni még? Az ifát kellene ki... És mi mindig gondolódik az esélye? Mi a szar? Ifát kéne kihozni, és akkor beordani a csirkéknek az összes lehetőséget. Egyébként tényleg hajlok arra, és valószínűleg az lesz, hogy ez kiváló csirketelep lesz. Úgyhogy ezeket a keverő meg ilyeneket esélyes, hogy el fogjuk adni. Én még 10 darab csirketelep, csirkehullal így megbarátkoznék, és gyakorlatilag akkor itt hagynánk semmi más nem hagynánk itt, mint esetleg egy vagy két nagy kombányt, a craszt, meg valami nagy gépeket, ugye nagy vetőket, amiket ugye, ami el tudja látni itt a feladatát. Jó, ez itt maradjon itt szépen. Mondjuk 4000-5000 liter már van benne. Srácok, tökéletes. Látjátok? Nagyon tökéletes. Mi meg, ugye mondjuk, valami csodagéppel, a kedvenc gépem, figyeljetek, ezután menteni fogok többet, jó? Nehogy az legyen, hogy ez jó, itt beszívunk.
Egyébként esélyes, hogy annyi baj lesz ezzel, ezekkel a rendekkel, hogy ebből kettőt nem fogsz tudni húzni, hanem csak egyet. Az lenne jó, ebből is kettőt húznál, mert akkor elég hamar össze tudnád kapni. Tehát mindegy, hogyha egyet tudsz, akkor nincsen semmi probléma, gyerekek. Két gyereke. Le is megyek vele ide. Igen, kaszálógépet kell majd venni. Kaszát kell, valami horribilis nagy kaszát. De egyébként valószínű, hogy még most nem fogom ezt elkezdeni. De viszont ugye, hogyha az állattartást mástól helyezném, akkor mindenképpen olyan helyre kellene rakni, hogy ezt a kaszálót elérjem. Egyébként nagyon gondolkozok, hogy ezen a régi tervem, hogy az állattartást ráraknám a 12, 13, 14-re. És konkrétan akkor ugye elég közel lennének itt egymás... Hova rakjuk, gyerekek? Az állattartás fölmenne a 37-esre is egyébként. Az egyik sarkába lennének az üzeik, a másikon ugye meg tudná termelni neki a dolgot. Az a 30... vagy a 35-ös? Nem, a 37-esre. Mehetne ide az állattartás, mehetne ide a marhatartás, mert lehetne itt a csirkefarm, itt meg ugye lenne akkor a pénzkereső mezőgazdaság. Jön visszafele? Mit csinál? Kíváncsi vagyok, hogy fordul, meg ilyesmi, hogy jól működik ez? Na. Aha. Gyerekek, a végén ez még jó is fog működni. Ja, hát ezt nem kell kettő rendet összehúzni egyszerre. Hát még egy ugye kellene, és akkor ilyen extra gyorsan le tudnád. Igaz-e? Ez már 60%-on van. Ja, még egy kellene, és akkor ilyen extra gyorsan le tudnád aratni ezt a földet. Egy ekkora földet ilyen, tényleg ilyen pikpak. Pikpak learatnánk, gyereke. Úgyhogy valószínű, hogy itt teljesen megreformáljuk itt a TS-t. Kettő darab nagy kombány, vagy hát nem tudom nagy kombány, most azon gondolkodom, melyiket kellene mellé még. Esélyes, hogy egyébként veszünk egy másik fajtát, hogy ne egy forma legyen. Még veszünk egy kézt, vagy esetleg veszünk egy John Deere-t. Meg akkor ugye kellenének nagy gépek, tényleg horribilis nagy gépek. Meg baromi nagy vetők. Úgyhogy ezeket ki kéne termelni most egy a néhány részbe. Csináljuk a vetésforgót, aztán ezeket ki kellene húzni. Közben megírjátok, mert remélem, hogy írtok minél többen, hogy mit szólnátok ahhoz. Hát inkább a mögöttem megyek el, mert ezt nem nagyon tudom megelőzni. Hogy mit szólnátok ahhoz, hogy egy csirketelepet, csirket csinálnál mondjuk egy 20 darabot. Én abban valahogy jobban benne lennék. Úgy gyerekek, nézd meg hányszor lehúzza. Tehát háromszor menni volna legalább ez egy másik, de még lehet, hogy többször. Ha minden egyikbe visszünk, valószínűleg lesz annyi, hogy nyire tudok minden egyik tölteni. Kakasokat egyébként ki kell vennem, azt írtátok. Nem van nincs szükségre, meg már 500 csirke van az összesbe, amúgy is. Jó, nyire minden együtt. Az a lényeg, nyire töltünk mindent. És most egy kicsit ilyen lazulós idő. Annyit tudunk csinálni, ugye, hogy mindjárt kirovetszel. Kettő darab ilyen kombány kellene nekünk, gyerekek. Kirovetszel, mindjárt tudom csinálni. Azt akarom megpróbálni, hogy nem tudok véletlenül kettő sort húzni, de esélyes, hogy nem. Bár akkor azért tudnék örülni annak, gyerekek. Tudnék annak örülni. Kaszáló, megvan a kaszáló is, rácok, a kaszáló is. Mert hol tudok itt bevenni, azt akartam megnézni. De figyeljetek meg, hogy ezek a mozdulatlan gépek, ezek nem nagyon cseszik el itt a dolgokat. Na nézzük, kettő darabot szerintedek tud húzni? Hú, de jó lenne, hallod? Hát valószínű, hogy nem fog egyébként. Így még egyet sem, lol. Keeper azt hitted, hogy mi van, mi? Azt hitted, megúszott, hogy lehúzol érted ilyet nagyon gyorsan. De akkora rendet rak, vagy nyom, hogy ilyen nagy kupacok lesznek, gyerekek, ilyen homogvárak. Lol. Hú, sorskártya rabban, gyerekek! Álljál meg, egyébként nem tudom, hogy mennyi idő van.
Sorskártya nap, sorskártya nap, sorskártya, sorskártya nap. Ezt elindítottam a sorskártya programot, de elindítottam. És ezt meg tudom mutatni nektek most így visszamenőleg, hogy nem csalt a keeper, mert ebből tök látni. Ugye leszívta az üzemanyagot, és itt van ugye az ünnepnap volt előtte, és utána a bicikli verseny. Szóval nincsen közte olyan, hogy én, mit tudom én, benne lenne más is. Valaki felvetette, hogy valamit csaltam az ügybe, de hát ez elég érdekes. Ez a sorskártya, ennek a sorskártyának gyerekek már nincs nagyon értelme, az az igazság, nem? Mert ha belegondoltok, mi értelme van ennek? Mit kell hozzá leírnom, érted? Ez úgy, hogy ez gyakorlatilag elveszítette így a lényegét szerintem már. Miért nem szedi az? Ja, most meg már felemeltem. A volt a fiú, hát na szedjed már meg fele. És föl volt-e belve, azért nem szedte? Vagy milyen távolságból szedi ez? Nézzük meg, így. Aha, nem, semmiképpen kettőt sajnos nem tud szedni, az meg megtelt, úristen, 82%, úgyhogy mennem kell mindjárt. Ó, te fiú, hát nem egyszerű itt az élet. Fönn van ott, az ifánk az így van, jaj, de jó, azt még emlékezett is rá a képet, hihetetlen. Szépen okosba hordjuk be közbe a szemet a csirkéknek. Jaj, de jó egyébként, nagyon jó. Jaj, nagyon örülök egyébként, tök jó. Örülök neki, bazok, félmillióért vettünk egy izét, egy kombányt, hallott, félmillió euróért, vágod? Félmillió euróért, hát hol voltunk még pár részsel ezelőtt? Félmillió eurós kombányunk van, gyerekek. Hát nagyon élem. Jó, hát ez meg itt próbálkozik a dolgokkal, meg mindjárt még akadályozom is. Ide csullankodtam melléd, jó? Pici ifába, bazze, hallod? Megjött az ifa. Jaj, tesó. Jó, ez mennyivel? Ez 10-zel viszi. Úgyhogy akkor be kell állítani a tempomatot, ugye ilyenkor 10-re belövöd. Okosba. Várjál, állítsuk be azt a tempomatot, mert így nem megy menet közbe. Ez mellé állsz, és nyomt egy tempomatot, ugye így tesz, így úgy kell. Így né. Ezt akkor nem kell itt te vinkornod vele, hogy nyomogatod a gombot. Nagyon tuti. Ez meg is fogja tölteni az erre. Gyerekek, figyeld az ifa meg a nyuszi. Jaj, baszem. Ez egy kicsit kiegyenlítetlen a harc. Kiegyenlítetlen a harc. Ugyanúgy az elsőbe fogom már burítani, srácok. Az a lényeg, hogy menjen nyílre minden tyúkol. Minden tyúkol nyílen legyen. Ó, milyen szép ez alatt. Mi mondom, hogy egy ilyen széles vágóasztallal dolgozunk. Végre nem egy ilyen icipicivel, nem? Na, de jó. Tetszik. Tetszik, gyerekek. És elősen gondolkozok, hogy a három betőn is ne vegyek egy nagyot. Csak az a baj, hogy ahhoz kell a traktor is, ugye? A traktorral van gond, gyerekek. A traktorral van gond. Lehet, hogy az kéne, hogy minden egyikbe viszünk egy full adagot, és akkor utána meg elosztjuk, nem? Mert hogy akkor legyen minden egyikbe inkább. Hát remélem, hogy le fog jönni belőle a 10. Tökéletes, ebben is van. Na, tökéletes lesz az érzem, gyerekek. Viszont vissza kell váltanom a kirovecre. Amivel megint itt elcsesztem a dolgokat. Még próbálkozok, hogy kettőt húzzon, mert annyira izai vagyok. Annyira mohó vagyok, tehetetlen. Hajrá! Hajrá, gyerekek, nyomjuk neki, szedjük a szalmát, nézzük milyen gyorsan telik. Azért egy ilyen rendel azért gyorsabban telik, nem? Rendsodróval még ugye össze tudnám húzni, de ilyen ekkora rendeket már érdemes lenne. Összedobatni egyet-egyet, nem? Rendsodrózni nem lenne rossz. Meg úgy érdekelne is egyébként a rendsodrózás, meg úgy lenne idő. Valahogy most nem nagyon van kedvem ahhoz egyébként, hogy ilyen extrém gyorsan kapkodjunk. Ugye...
Szök jó, ugye ezt így csinálgatom most. Jó, bírom ezt a kombányt. Kettő ilyen kombány, gyerekek. Ezt meg, itt, ezt le, olyan gyorsan learatok, hogy hihetetlen. És ugye, hogyha átrakó kocsival dolgoznék, meg esetleg egy nagy traktorral, akkor ugye ide nem is kellene a cross. Nagyon nem is kellene a cross, és a cross-t mekkor el tudnám vinni. Azt akarom megoldani, hogy minél kevesebb gép ellássa a csirkéket. És a minél kevesebb gép ugye az esetleg egy kombány, vagy kettő, egy extrém nagy vető, ami kultivális, egy extrém nagy traktor, ami ezt el is tudja vinni, az a traktor azt tudná ugye az átrakókocsit is, a 70 ezer litereset, azzal ugye egyből be is tudod öntözni, tehát nem kell a kicsi ifa se. Akkor egy traktor, egy baró nagy vető, egy baró nagy kombány, ugye az már megvan. Itt, meg egy átrakókocsi, itt konkrétan megoldaná a szitut, ugye? És az tök jó, hogy minél egyszerűbben tudjad megoldani, minél hatékonyabban. Nem véletlenül vannak ugye mit tudom én, ahol én dolgozok például faiparban, egy CNC-maró, nem véletlenül találják ki, igaz, hogy izébe kerül, mit tudom én, több tízmilliós gép, vagy már az Isten tudja hány millió, százmilliós gép, de például egy csomó műveletet meg tudsz vele csinálni, és nem kell hozzá, mit tudom, 20 gép, érted? Azért az nem mindegy, mert akkor nem kell 20 ember hozzá, ugyanígy itt se kell akkor egy csomó munkás, nem viszi a pénzt, úgyhogy igazából megéri hosszú távon. A szalmát megint ugye eladjuk, sok mindent nem tudok vele csinálni. Gyerekek, fullon van a izé. Azt a betya, milyen hozam van itt, te hallod? Nincs egy kicsit extrém hozam, vagy miért telik ez ilyen rohadt gyorsan? Semmi baj, gyerekek, megyünk. Most jön a harmadik, ugye, abba is beleöntve. Minden együtt nyerre rakom, szerintem az legalább kettő vetésforgót kihúzna. Akkor lehet, hogy még közben tudnák egy babot vetni. Mondjuk, hogyha vesélóznám, az meg még jobb lenne. Igazából ezen nem azért a pénztermelést akarom megoldani, hanem ezen tényleg az állattenyésztést. Egyébként amióta eladtam a három kombányt, azóta sokkal jobb az FPS szám. Ugye lehet, hogy vannak a modban olyan hibák, amiket ugye nem is látsz, nem grafikai hibák, hanem valamilyen funkcionalitás beli. És ugye dobálja a hibákat, csak te mi nem veszük észre. Ami legalábbis nem veszem észre, mert laikus vagyok ehhez. De érezhetően jobb lett az FPS-szám, emiatt is jobb ugye, hogyha... Hát figyeljetek, ez a sorozat erről szól. A 22-es sorozat az meg arról fog szólni, hogy minél inkább realisztikusabb szimulátor jellegű, ugye ott több lesz valószínű az ilyen mesélés, vlog jelleg, úgyhogy azt tényleg annak ajánlom, aki inkább ilyen vonalon szeret videót nézni. Úristen, menjél már! Nem bírunk fölmászni ezen a lejtőn. Na, megyünk a harmadikra. De jó, tök jó. Áj, már nagyon bírom egyébként. Valahogy, nem tudom, most annyira rácsüktem a farming szimulátorra. Örülök neki, hogy kihagyok időszakokat, mert akkor úgy így megkívánom a játékokat, tudjátok. Mint hogyha kaját minden nap azt teszed, akkor egy idő után hogy belefáshoz, de hogyha kihagysz, akkor utána most akkor a dobozoshoz kell jönni, ezt ne felejtsük el. Gyerekek, itt le lehet ám ugratni, hallod? Megpróbáljuk. Dúr! Egyébként nem mondom, nekünk szerintem ez az ifa kibírta volna a valóságban is ezt. Jó, itt vannak elő problémok. 37%, még nem erőködök vele, inkább akkor dolgozok a kiróval. Aztán megyünk eladásra, várj, megnézem, hogy mennyibe kerül. Olyan, nem tudom, most ez egy kis relax rész lesz. Olyan jó áll vagyok most. 144, tökéletes gyerekek. Tökéletes, hallod? Eskü. 144, ez nagyon jó, mutka pörgetésre 120-ot értünk el. Az egyik részbe. Úgyhogy mindjárt adunk el, vigyá lesz egy kis pénzünk.
Hí, de nagyon vennék egy nagy traktort, nem tudom, az az igazság, hogy az lenne jó egyébként. A nagy traktorok vétele. Nem tudom, mennyibe tudnánk eladni a kirókat, meg ezeket. Lassan egyébként nem kell több. Inkább legyen az, hogy kevesebb, de jó erős. Meg ugye nagy, fú, izét is kellene. Meg kell, bepróbálkozzunk egy izével, egy nagy tárcsával. Mármint egy ilyen nagy vetővel, amelyik tárcsáz is. Aztán hát, hogyha el tudja húzni az egyik kiró, aztán akkor ugye az úgy megmaradna. Igazából a legnagyobbat akarom megvenni természetesen abból is, szóval az izgalmas lesz megint. Ez megy eladásra természetesen. 76%-on van már megint a izé. Megint a kombány. Ezt nem is tudom, hogy merre lenne érdemes elvinni. Nem tudom, hogy a füves részen mennyire lennénk gyorsak. Na, hogyha azon gyorsak vagyunk, akkor az nem lenne rossz, mert akkor rohadt közel lenne. Meg ugye az én területem is, szóval. Na, ezen a füvön ezen megyünk. Hát... 28. De igazából, hogyha átkajtatok a TS-telepre, az se jobb. Na, itt van egy nagy kaszálom, csak aztán így belegondolok, most hogyha elvinném innen a izéket, a... Júj, ne, elvinném innen az állatokat, mármint a marhákat, hanem hogy csak a csirkék lennek itt, akkor meg itt nem nagyon kell kaszáló. Úgyhogy ez is egy érdekes meglátás lesz, hogy fog ez kialakulni. Nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy közben írtok erre a részre, és írjatok nyugodtan, hogy megtehetem-e azt, hogy a marhákat, azt máshova. Ide raknék még egy ilyen 10 csirkeollat, és akkor lenne 20 csirkeoll, itt megtermelnénk ezeken a területeken csak a csirke cuccot. És a marhaoll az meg egy kicsit odébb lenne. Szerintem az egy tök frankó lenne. És igen, nem a marhaollát azt nem fogom egy felemelni, hanem úgy fogom csinálni, ahogy ti mondtátok, hogy rakjam le, aztán utána majd valami lesz. Bár szerintem sokat fogom miatta nyüglődni. Na nézzük, a izé kellene nekem, már ma megint fullon vagyunk, az ifa. Ó, de figyelj, mekkora mázling van! Ne! Jaj, ne, visszatolod oda, föl! Jó, nem baj, tovasson csak. Nem tudom, ez most azt nem mondta, hogy a legelejéről visszatolhatod, hallod? Azért ez kemény, nem? Az kemény, visszatolhatod a legelejéről, gyerekek. Jó, de jó, még meg is áll, jó van, oké. Okay. Hát jó van, hadd csinálja, figyeljetek, ma most egy ilyen kis nyugis, ilyen kis leveletős videóban vagyok, úgyis menne. Nagyon várom a Farming Simulator 22 sorozatnak, hogy ugye megjön a kormány, meg a pedál, meg ez a heavy equipment set. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Néztem róla a videókat, az nagyon tetszik, hogy ilyen tök hangtalan a kormány, és ugye nem fog az nagyon idegesítő lenni a videólás szempontjából. Nem, nagyon nem jó, amikor nekem volt az a... Az is talán Logitech volt, az a Formula Wing GP, vagy mi a franc. Hát az ilyen szörnyű nagy hangja volt, és egész végig a videó azt hallottam, ez ment. Ugye ez false feedback-es volt, és az áttételek, ahogy meg ahogy a motor. A gyerekek, ez a kombájnak kell valamit csinálni, mert ez már nem tudja a világát. Ez mit akarsz? Testvérem, figyelj, hadd segítsek, jó? Ezt lecsapom. Ilyen maradékokat is tök élvezett vele lecsapni, mert ugye rohadt széles, aztán mindenképpen így belekerül a szórásba. Mindjárt oda lemegyünk, aztán elindítom a... Ja, jó van, megvan ez a kombi. Még egy lenne, gyerekek, ilyen horribilis gyorsan meg tudnád vele csinálni a földet. Bár hogyha belegondolsz, hogy klassz, meg 15-te megy, ez meg csak 10-zel, az meg ugye már is 50%-kal gyorsabban megy. Igaz, hogy 6 méteres, de ugye 50%-kal gyorsabban megy. Akkor ott már elgondolkodtató. Ja. Na jó, mehet is a csávó. Mi meg akkor menjünk vissza a lifára. Aztán borítsuk be a következő. A negyedik. Egyedik csirkeolva. Hát bőven meg lesz, tele lesz az összes, mert még felénél szerintem nem vagyunk. És a negyedikbe borítom, ugye.
ugye akkor bőven jó lesz. De viszont abban azon a gyalog nagyon sokat, hogy ha elviszem minden a marhánkat és 10 darab csirkeollal leszünk itt, az lesz a projekt. Egyébként ebben lehet, hogy nem is volt már, bazza. Nézzük ma a csirkéket. 9000, 4000, 12000, 13000, 3000, 21000, 20000. Jó, azért itt lesz a gyerekek, ezeknek kaja. Akkor amelyik most füves terület, már jól levetettem füvel, nagyon nem nagyon bánom, de a füves terület is esélyes, hogy fog kapni búzát, vagy árpát, mert lehet, hogy ez kevés lesz nekik 20 darabnak. Bár hogyha mindig vet, hogy minden fejtés forgónál azt tolom, akkor meg nem lesz az olyan rossz. Ja, hát elég, nem tudom, gyerekek. Ezt nagyon át kell gondolni, meg nem is, hogy át kell gondolni, hanem össze kell hozni. Ki kell próbálni, és akkor úgy kell ahhoz kell alkalmazkodni, hogy jó legyen. Csak akkor ugye mire használom ezt a nagy füves területet, ha? Hát van, itt vannak érdekes dolgok lesznek. De ide nem akarom a marhákat, mert akkor meg nem talál, nincs itt olyan föld, amin elláthatnám őket, vágod. Úgyhogy ide én nem tudom, hogy mi lesz. Most nagyon, nagyon bennem van az, hogy 20 darab csirkeol és semmi más, és legömbölyítjük a szélet, és akkor tök szép lesz. Akkor csirketelep, ez konkrétan csirketelep lesz. Egy T-34-eset szerzünk, kirakjuk oda arra a betonra, aztán jó lesz. Vagy egy Icarus busz, gyerekek, egy ilyet, lesz egy Icarus busz kirakva. Én élném, hogy ez csirketelep lenne, megcsinálnak itt is szép lankásra, szépen legömbölyíteni a keeper, az egy külön rész lenne, ez tök jó rész neki. 10 darab csirkeol, csirketelep. Azt én nagyon élném, ezt tetszene, gyerekek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele? Nyugodtan írjatok róla véleményt, mert nagyon várom az ötleteket, de én valószínűleg, hogy az csirketelepet fogok idehúzni. És akkor a marha az meg máshol lesz. Ja, adjunk neki, gyerekek. De már megint 50-valahány százalékon van. Mennyi izé búza jön le erről, te Jézus úristen. Jó lesz ez, gyerekek. És akkor tök szépre megcsinálnám. Meg lenne még egy sor izé, még egy sor ról, szembe ugyanezzel. Szépen legömbölyítgetném, olyan kis, nagyon hangulatos, esetleg fa. Ez az, amaz. Aztán tök kajak lenne. Sőt, meg is lehetne még azt is csinálni, hogy lenne kifutás itt is, meg a másik, ugye az terület is az enyém ott a legvégén, amelyik számatlan. Lenne ilyen kifutás a gépnek, és akkor biztos, hogy le tudnák aratni szépen, úgyhogy tök jó meg lenne. Jó, na, nem tudom, én most ez a csirketel ebbe bele vagyok lovalva, hogy nekem az kell ide. Nem kell ide marha. Csirke, 10 csirke telep az. És akkor marha meg még egy helyen, az nem tudom, olyan tök jó lenne. Egyébként ezt a kihívás remélem körülmények között nem akarom abba hagyni. 1 milliárd euróig. Figyeljetek, akár meddig is tart, szerintem ez egy Farming 19-es sorozat. Mondjuk úgy, hogy ezzel tényleg nem az egón szárnya, de hogyha ezzel végzünk, és azt meg is csináljuk, és képzeljétek akkor már mennyire kiépülve leszünk, hány gépünk lesz, milyen... majdnem neki tolatott a idejének. A varázslesnek. Hány gépünk lesz, meg hány darab eszközünk, meg hány darab földünk, meg milyen állattartással fogunk már menni, akkor... Hogyha ez végig... ugye ezt elérjük azt az 1 milliárd eurót. És akkor szerintem bőven lehet azt mondani, hogy végig kivitted a játékot, végigvitted. Na, viszont 10 év van rám, 88%. Jó, ez a tő... Egyébként az IFA erre pont jó, nem? Hogy így pont beoltod. 11000 literes. Tökéletes, gyerekek. Tök elbírsz egy géped vele. Kettőt már valószínű nem bírnál, úgyhogy ha kettő kombájnon fogunk menni, akkor... Úgy gyerekek, ez azért, hogy ezzel a kombájnal, ezzel az IFA-val azért az... Elég vadult. Na, várjál. Háromos gombot nyomom már. Ja, hát ez elég vadóc így. Jó lassan ürít.
Egyébként a drónok enyhén csütösek voltak, én úgy érzem. Ilyen extrém gyorsan kiürítettek, ilyen pek pillanat alatt. Meg még ráadásul nagyon olcsóak voltak, úgyhogy ilyen kezdésnek az nagyon jó löketet adott, csak azért elég olcsóak voltak. Kicsit ilyen rossz ízzel gondolok vissza a drónokra, olyan szempontból, hogy gyakorlatilag ilyen flottányit vehettél volna belőlük. Jó, tényleg ilyen nagyon olcsók voltak, meg ráadásul még a kukoricától elkezdve mindent is vitt tovább osztaljuk. Bár Bannika küldött egy videót Pornba, hogy izé vágóasztallal, ilyen vágóasztallal, mint azon a nyuszinban, olyannal vágják a kukoricát. Komolyan, esküszöm, olyannal vágják. Én nem tudom, hogy az mi vagy, hogy valaki biztos jobban ért hozzá, de hozzá vágtak. Oké, gyerekek, mehetünk tovább. Ő vele. Szépen csinál. Ez most egy ilyen kis akkurátus. Ez tetszik, hogy így megy. Képzeljétek el akkor, hogy milyen akkurátus, meg milyen kis kellemes nyugis gameplay sorozat lesz. A Farming Simulator 22-ben az a szimulátor jelleg téma. Ez úgy még jobban. És figyeljétek, nem, ja, lehúztam a végét. És egyszer le lett húzva a keresztbe, és tök jól csinálja. Ott hagyott egy kicsit ugye ott amiatt, mert ugye a föld az nem annyira jön ki neki. Jön a lóvé, szépen. Figyeljetek, megcsináljuk a vetésforgót. Utána ugye tojás megból megint be fog jönni minimum 500 000. Ugye, nem, talán még több is, mert most nem fogom eladni a tojást most, hanem majd eladom még egyszer. És akkor bőven, hát szerintem egy ilyen legalább 6-700 000 vagy 800 000 bejön a tojásból. Jó lenne azért még 10 csirkeol, mert akkor ugye bejönne egy ilyen 1,5 millió. És abból már akkor azért tudsz érted venni mindent is. De tényleg remélem ebből nem lesz ilyen vita, vagy ilyen rage, hogy a nem autentikus gép, nem MTZ, nem izé, nem. Hát ennek mindenképp egy ide után át kell fordulnia. Ha akarunk 1 milliárd eurót keresni, akkor át kell fordulnia abba, hogy... Hogy mit akartam mondani? Tudod, mit akartam mondani? Hogy komoly gépekkel veretjük. Én úgy gondolom, hogy ennek így kell lennie. Vissza kéne fordulnom. Mert ugye ez már megtelik valószínűleg, ezt elvisszük, jó? Eladásra. Egyébként annyi szalma jön, amióta megvárjuk ugye, hogy a legjobban beérett verziója. De meg itt csinálunk egy focipályát, gyerekek, a fűes részre, mi? Csinálunk egy focipályát a fűes részre, gyerekek, hogy ne vesszen kell kárba. Lol. Jó, csapjuk neki, gyerekek. Elvisszük eladásra. Ja, ide egy focipálya kéne. Na jó, lenne. Új, bazze, ezek a idők, keréte is oszlopok. Hogy mi ez? Beton elemek. Igen, ez volt a szalagkorlá, gyerekek. Nem nagyon szórakoztak mi. Ennek aki ment a motoros, nem maradt belőle szar sem. Idő volt egy ilyen munkatársam, aztán ilyen kezdett motorozni, akkor fiatal kisfiú volt, azt vett magának valami 1000-es gyorsaságit. Azt mutogatta a sisakokat, hogy milyent vegyen magának. Aztán mutattam neki, hogy szerintem ezt. Ilyen rigittó sárgás neon zöld volt. Ez nem miért pont azt? Hát mondom, hogyha elesel, azt elrepül a fejed a susnyásban, az autók könnyebben megtalálják. Mit nézett rám? Egyébként én is motoroztam régen. Nekem jóval előbb volt nagy motor, nem sima segédmotor, mert segédmotorra szok általában mindenki kezdeni, de nagy motor jogsim, az jóval előbb volt, mint az autó. És ebből volt egy-két érdekes szituációm is, mert például ugye a nagy motor jogsit, azt mindig az autó jogsi után teszik le az emberek, én meg pont fordítva. Aztán így, amikor mentünk ilyen, akkor még volt rutinpálya, de azt hiszem motorból még mindig van rutinpálya. Az oktatóm az a város másik végén lakott, és ott voltak a motorjai, a nagy motorjai, ilyen Kawasaki, nem tudom micsodák, mint ahol a rutinpálya. És akkor így kinyitotta a garást, oda mentem ugye. Jó, hát itt van a Kawasaki. Így az autóba így ült be, így még az autó teteje fölött így átszól, hogy jó, akkor majd találkozunk András Idán a rutinpályán. És így elment.
Meg ott voltam a motorra, kolbaszva kivel, érted? Nem az a baj, el tudod indítani. Csak ha nincs autós jogsid, meg semmilyen jogsid, akkor nem ismered a kreszt. Hát jó, természetesen mindenkinek van fogalma a kreszthez, de vannak olyan dolgok, amit ne, egyszerűen nem ismersz addig azért, amíg nincsen jogosítványod, érted? Mert jó, oké, tudom, hogy mindenki ismeri az elsőbségadást, kötelező táblát, meg a stop táblát, hát de vannak olyan szituk, amiket nem ismersz. És így, ugye ő arra gondolt, mert mindenki úgy csinálja, hogy autójogsia van, és akkor megy nagy motoron is, arra gondolt, hogy hát ismeri mindenki, vagy ő már vezetett, mármint én vezettem, a hülye gyerek, és ismerem a kreszt, meg voltam már forgalomban. Hát nem! Úgyhogy jó, így megpróbáltam, ugye elindítottam a motort, oké, aztán így kevertem én a városba, hát ugye azért egy nagyvárosba így átkeverni, úgyhogy nulla, szinte nulla kreszt tudással, mármint így oké, akkor már megvolt a kresztam folyamom, de akkor is nulla rutinna, meg minden, nem voltál, soha nem voltál forgalomba, nem vezettél forgalomba, érted? Úgy egy kicsit olyan furcsa. Úgy már, hogyha valaki autózott, mit tudom én, 10 évig, azt utána elmegy nagy motorjogsira, így ez meg már tele van, bocs, meg elbeszélgetem itt az időt, mi? Hol is vagyunk? Tényleg ugye, hogyha valaki már vezetett autóval, akkor egész máshogy viszonyul egy ilyen forgalmi helyzethez. De aki nem, az nem nagyon elveszve éreztem magam, nem mindegy, aztán odaértem, aztán mondtam, hogy hát mondta, hogy kis baj, mondom, nekem nincs ám semmilyen jogsír. Oh my god! Kezdik. Nincs semmilyen jogsír, és így jöttél át a városra. Hát mondom, így bazza. Muszáj volt. Meg ugye, akinek van autójogsíja, annak feltételezhető, hogy mit tudom én, ugye, mivel abban benne kis motort vezetett. Tehát a nagy motor annyiban nem olyan sok minden megkülönbözik, annyi, hogy eresebb egyébként. Szóval, mit tudom én, egy Simpsont elvezetsz, csak elvezetsz egy GSX-et is. Csak óvatosabban indulj el vele, szóval tényleg. A Simpsont azt meg ugye autójogsival tudod vezetni. Szóval így feltételezve az oktató arra gondolt, hogy a Keeper, az már csinált ilyet, volt a forgalomban, hát nem volt. Emiatt eléggé furcsa volt ez a szitu. Ja. Aztán most ez hogy került ide ez a téma? Ja, igen, motorosról, ja. Egyébként a legelső motorom, az úgy nagyon durva volt, gyerekek. Beszartak, hallod? Esküszöm, beszartak. Hát olyan volt, hogy volt egy babettám. De azt úgy vettem azt a babettát, hogy előtte nulla! Életemben nem ültem biciklinél más járművön, vettem egy babettát, de úgy, hogy lehozattam a csávókkal, és akkor így lerakták, és akkor mutatták, hogy te csessék, itt a babetta, próbált ki. Én meg néztem, mint a hülye gyerek a moziba. Jó van, oké. Aztán nem próbálom ki. Nem próbálod ki? Nem, minden oké van. Abba voltunk már, mindegy, most már lehet, hogy belekeveredtem, mindegy, az a lényeg, teletöltjük mindent. És akkor elmentek, a csávó úgy hozta le valami fuját dukatóval, tesók hozták a babettát, lehet, hogy úgy lopták az utcéléről, nem tudom. Minden esetre szóval az a lényeg, hogy nem motoroztam. Szóval ott akkor próbáltam elindítani a babettát, azt se tudtam, mi az a szivató, meg tök semmit nem tudtam a motorokról. Ezt nagy lehet, elindítottam, aztán akkor jó, volt egy babettám. Aztán ugye babettát az többet tekered, mint amennyit mész vele, mert zalaidomságon lakom, szóval az Alföldön biztos nagyon jó lehet egy babetta. Ma az zalaidomságban nem jó egy babetta, azért ebben a faluban, ahol én lakom, például nincs biciklis. Nem biciklizünk, mert nem vagyunk megőrülve, mert ha legurulsz a lejtőn, nagyon-nagyon örülsz, de utána neked föl kell menni a dombon, és inkább a hátadon kívánod fölvinni a babettát, mint egy ilyen 30 vagy 40 fokos emelkedő, ne érte? Vagy nem a babettát, hanem biciklit. Mi nem biciklizünk, mi nem azok a fajták vagyunk. A nemes rádóiak nem bicikliznek. Vannak olyanok, akik ilyen völgyekben laknak, ilyen síkebb vidéken, azok bicikliznek, mi nem. Mi nekünk az ilyen ideje az, ilyen, hogy mondjam, szentségtörés a biciklizés, tényleg. Itt ezt megcsinálom neki, ezt a földrészletet, mert látom, hogy van baj.
aztán akkor mehet visszafele. Igen, és akkor de mesélek ilyen sztorit, nem baj, srácok, hogy eszembe jut. Az de jó, hogy eszembe jutott, de lehet, hogy beszéltem még már róla. De aztán olyan volt, hogy akkor volt a babettám, örültem neki. Hú, gyerekek, mi voltak? Mentem vele hegybe, mindenfele. Ja, jogsim nem volt természetesen. Hát minek azt tudod, nem azzal megy. Aztán akkor tetszett a motorozás, meg minden, meg a haveroknak volt. A haverok ilyen tipikus 125-ös eltézések voltak, tudjátok. Faluban 125-ös eltézés, leginkább csak a hegyre jártak vele, meg így a kinn az ilyen főres utor. Elmentek vele a szőlőhegyre, jobbra rúgtak, hazajöttek, összetölték magukat. Úgyhogy ebből állt igazából a motorozás. Szóval volt egy haver, aztán annak mondtam, hogy kéne vennem egy motort, mert nekem is tetszik ez a projekt. Ugye ő neki 125-ös MZ-je volt, LTZ-je, nem MZ-je. Hát MZ, LTZ. És akkor... Hát mondta, hogy kezdve vegyél valakinek egy motort akkor, váltós. Mert nekem mindenképp akartam olyan, hogy váltós legyen, meg hogy akkor izé. Jogsi nem számított, mert úgyis csak itt csapattuk, és akkor gondoltam, hogy akkor már veszek egy izét. Egy Endurot, vagy egy cross motort. És akkor árulta itt egy srác, egy-két faluval odébb a cross motorját. Már nem Enduro, cross, szó szerint cross motort, egy Yamaha YZ-t. Ami ugye full cross, tehát nincs rajta világítás, meg nincs, nem kétszemélyes, gyakorlatilag elektronika nincs, hanem ugye csak lámpa helyett is, hogy egy ilyen rajtszám van, szóval azt úgy kell elképzelni. Várjátok, itt megnézem, mert ebben még félhet, nem? Vagy merre menjek? Levigyem még tovább? Na visszük még tovább. Gyerekek, ez nyélre tölt mindent, én úgy érzem. És akkor oda elmentem, árvitettem magam szomszéd faluba, és akkor megnéztem azt a motort. Ő tök tetszett egyébként. Aztán meg is vettem. És egy ismerősnek szóltam, hogy hozza haza, az is ilyen Fiat Ducatosnak. Tipikus, tudjátok. De mindegy, ő hozta hozza nekem. Jó, itt még ezt nem kellene üríteni, még hat férjen be. Közben kellene valamit csinálni. Aztán mondtam a havernak, telefonáltam neki, hogy figyelj, vettem motort. Hát kezdi. Lejjebb lakott, mint én, ugye mondtam, hogy dolgság, üljél fölre, aztán guruljál le hozzám. És képzeljétek, addig, amíg leértem, ugye megpróbáltam elindítani úgy, hogy beraktam, mit tudom én, sebességbe, és akkor gurulás közben ugye kuplungot kiengedtem. Hát ugye nagyjából tudtam, hogy kell motorozni, tehát csak annyi, hogy nagyon nem motoroztam addig. Úgyhogy ez, ja igen, tudom, ez elég furcsa hangzik, de nagyjából úgy tudtam, hogy kell. Kiengedtem, és akkor elindult. Azt hiszem az a gyújtás kapcsoló sincs. Vagy van volt rá gyújtás kapcsoló? Lehet, hogy még gyújtás kapcsoló sem volt azon, mert ugye tényleg ilyen full cross. Nem enduro, full cross. Utcán abszolút nem sem. És elindítottam, és amíg leértem a sráchoz, amit 800 méterre lakott, addig megtanultam motorozni. Tudtam, hogy kell váltani nagyjából, így el tudtam vele indulni. Egyébként ugye mivel full cross, YZ volt, ilyen nagyon-nagyon nyomatékos volt az áttételezése. Ugye nagyon kicsi első lánckerék, nagyon nagy hátsó lánckerék, és emiatt az egyes fokozat az ilyen semmi nem volt, nem is nagyon kellett gyakorlatilag így nem elinduláshoz se, hanem kettesbe is ugyanúgy elindultál. De azért volt az a fokozat, szóval lefullasztani nem tudtad, mert elég. 125-ös volt egyébként. 125-ös. A két üteműben az nem olyan kicsi egyébként, egy ilyen Yamaha YZ-be. Meglepően, ugye a két üteműek azok, ha nem tudja valaki, akkor ugye azok sokkal erősebbek, és sokkal pörgősebbek, mivel ugye egy két ütemű motornál ugye minden egyes fordulatnál robbant, a négy ütemű motornál minden második fordulatnál robbant. Ugye emiatt ugye a két ütemű az jóval pörgősebb, jóval erősebb motor tud lenni, amikor egy ilyen izéről beszélünk, egy ilyen cross motorról. A négy üteműek azok nem olyan erősek, mint a két üteműek. Más a karakterisztikája, a motor karakterisztikája, de viszont a két üteműek azok nagyon brutálok. Azért van az például, hogy az 500-as CR
Honda az egy ilyen kultikusan rettenetes erős motor, amikor közben meg ugye van a 750-es DRB, ami négy ütemű, mégse annyira mondják veszélyesnek, hanem ilyen jól motorozhatna a motor. Na, viszont, akkor ugye megvettem a cross motort, legurultam, és akkor mondta a srác, hogy hát akkor azért nézzük, menjünk egy kört, ilyen köves úton mentünk, mennyi előtte megkezdés, akkor én nézem, hogy hogyan változ. Jó, mentem neki, úsztam neki, mint az őrült, érted, nyomaték az volt, nagy stuplis gumék hátul, aztán így egyszer csak így mellém él, majd mellém megyek, hogy álljál meg. Megállok, elkezdi, tudod mit, inkább menjél előtt, vagy megyek én előre, mert az minden egyes váltásnál föcsög a pofámba a fehér kavics. Mert tudjátok, váltottam egyet, nyomtam mindig, úsztam neki egyet, egy izajt, egy kövéret, aztán ideje volt, tényleg fölcsögött, és megint 100%-a van, láthatják, elbeszélgetem az időt. Jó, hát egyébként, igen, kettő darab kombájn azért nem ártana, meg hogyha nem állna mindig a kombájn, akkor lehet, hogy jobban működnénk, csak mondom, tényleg, most légy szín, ne róljatok, megérte, de ma egy ilyen nyugis, ilyen kis, ilyenre vágyom. Remélem, hogy ti nem másra, ilyen nagy pörgős gameplayre vágynátok, én meg itt izé tökölök. Viszont rengeteg leszedünk róla, ami tök jó. Ja, igen, és akkor izé, és akkor mondtam, hogy ja, menjek inkább mögötte. És akkor annyira bírtam, hogy a Yamaha Y-t, képzeljétek, rengeteget evett, ugye ezek a 2T rossz motorok, ezek nagyon zabálnak, nagyon durván. Kicsit tankjuk van ráadásul, mivel ugye ezek azért egy versenymotorok, nem az van, hogy ilyen horribilis nagy tanka, hanem ugye cross pályán azért ne az legyen, hogy olyan nehéz legyen. Ezért egy ilyen viszonylag kicsit tankjuk volt, nem tudom, valami talán 10 liter, vagy talán még annyi se? Szerintem még annyi se. Ilyen nagyon kicsi, kis vékony, picit tankjuk volt. És... mit akartam? Igen. És úgy volt, hogy ilyen két hetenként hozattam ismerősen, mert ugye én nem tudtam elmenni ezzel kútra, meg nem is nagyon lett volna értelme, mert elmegyek, meg oda visszaérek, azt kifogy. Két hetenként ismerős szokta hozni 2-20 literes kanna benzin nekem, és ezt így két hét alatt mindig kimotoroztam. Minden egyes nap, amikor megérkeztem, hazajöttem munkából, az volt, hogy esett az eső, szó szerint, ha esett az eső, ha esett a hó, akármi volt, térdégérő sár, bármi, hazaértem, lepakoltam, és felültem a YZ-re, és kimentem. És gyakorlatilag mindenféle probléma nélkül, szerintem azt évekig használtam azt a motort, de úgy, hogy egy gyertyát nem kellett vele csinálni, pedig ugye azok eléggé olyan, elég hegyes motorok szoknak lenni ezek a crossok, tehát üzemórások is például, ugye megvan a karbantartás idő. Hát jó azért, hogy annyira nem hegyeztem én, mint egy verseny körülmények között, de nagyon élveztem. Szántáson, keresztbe, hosszába. Rohadt jó volt, gyerekek. Bírtam, nagyon szerettem. Jó, ezt beviszem, meg... Fú, gyerekek, halljátok, már izé van, már olyan, nagyon jól állunk szerintem így. Búza szempontjából. Baza, hányat fordok már be? Valaki nem tudom, biztos nincs kedve senkinek, de hogy HB hány izé, hány liter búzát szerek le erről a földről már. Jó adja. Érdemes megvárni az utolsó stádiumot, ugye, ahogy beszéltük. Igen, egyébként az lenne a legjobb, hogyha figyelj, a következő vetésforgó után szerintem mindenképp valami horribilis nagy traktor, meg ja, az a baj, még egy kombány jó lenne, mert az annyira nem gyorsít. Már ugye bében végeztünk volna, hogyha, most már azt sem tudom, hogy melyiknél voltunk ám, úgyhogy igazából tölthetem mindegyikben, mert bőven szerintem nyílik fogok tölteni minden egyét. Nem tudom, hogy melyikben voltunk, vagy melyikben nem. De tényleg, igazából szerintem nyílre megy összes. Amelyikbe fél, abba öntöm, azt ennyi, nem túl bagyolult mi. És látszok, nézzük meg kb. Hogy állnak. Ebben van 9000, ebben 4000, 21000, 24000, 16000, 13000, 21000. Azt hiszem, hogy ezek az utolsó körüliek. Mert ugye szerintem az utolsókat rakja legelőre.
Jó, már megint mehetek. Dír. Hát mondjuk ezt nem biztos, hogy kibírta volna egy ifa. De egyébként ezért jó ez a telep, hogy itt van, mert így instant így kijössz, érte. Főleg, hogyha meg lesz csinálva, hogy ilyen lankás lesz, akkor simán így, bán, így kitekerek érted a izére. Kitekerek a földre. Hát ezt már le kéne arra, nem tudom, lehet, hogy egy kicsit hosszú a rész. Bocsánat, hogyha így van. És általában úgy van. Na, oké. Menjünk, adjunk el. 94 ezerünk van, figyeljetek, föltornászok mindjárt több mint 100 ezerre. Egyébként a izében is van, még ebben a pótban is van, szóval abba is küldtem bele. A legutolsóban egyébként a crossból bele tudom önteni, mert azt ugye fél oldalra is oda tudok állni. Egyébként erre a földre is nyugodtan tudnék valami búzát vagy valamit, de egyébként most ilyen parlagon hagyom, aztán majd csak elkaszálom, akkor jó világ. Teljesen jó, így úgy gondolom. Ez miért ilyen félig van ez a jó gyerekek? Érdekes. Itt a síló. Figyelj, már megint fullon van mindjárt. Hallod, mennyi búza, meg mennyi szalma lejön erre a földről, te Jézus Isten! Ennyit számít, hogy a legutolsó stádium, amíg meghagyod érni? Ezt nem gondoltam volna. Igen. Meg kell nézni egyébként, meg akarom nézni, hogy melyik a legnagyobb vető. Full gyerekek, muszáj mennem, bazza, muszáj mennem. Hát, igazából ez a föld, én azt mondom, hogy vetős forgóként csak búzát nyomatnék rajta, bőven elbírná, ez az egy föld bőven elbírná, még dupla ennyi izét is tyukot. Dupla ennyi tyukot simán le tudnák vele fogni. Ami azért nem lenne rossz. Mert akkor igazából felesleges még megmunkálnom ezeket a földeket. És megvettem őket. Igazából a földet azt ugye... Megveszed, azt el is tudod adni. Ugyanannyi pénzzel, szóval. Úgy gyerekek, lehet, hogy az kéne, bassza. Komolyan mondom. Lehet, hogy az kéne. És meg fogtok izélni. Orrolni rám, hogyha eladom ezeket a földeket. De nagyon azt abban vagyok, hogy csak csirkeólat csinálni kell ide. Még 20-at. És lecserélném a full gépparkot, és akkor megcsinálnám máshol a vizet. Ja, nem adom el a földeket. Jó, van, itt vannak 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es föld, egyébként ezek tudjátok mennyit érnek? Itt nagy vizével megvettem. 149, meg, vagy 150 ezer, 180, 149, ez ki, úristen, ez vagy van 300 olány ezerbe. Fajn ez az összes. Jó, de hát igazából fölösleges eladnám. Egyébként lehetett volna egy olyan célkütőzést is magam elé állítani, hogy az összes föld legyen az enyém, na. Mondjuk az nem egy olyan nagy kunst, szerintem. 13.200, tök jó, 107 ezerünk van. Ja, megyünk vissza. Szedjük össze még mindig. Egyébként ez a szalma hordás, hát nem tudom. Hát mondjuk figyeljetek, van egy ilyen holt időm, akkor ezt tudom csinálni. De előbb-utóbb egyébként lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy szétcsapatom a földön, ezen a földön, mert innen nem fogom elordani a szalmát. Bár aztán belegondolunk, úristen, hány ilyen hamsterrel hordok? Legalább 6 héttel, nem? Azt majdnem 100 ezerbe. Fáj. 70-80 ezerbe biztos, hogy fáj. Az, amit én itt el tudok adni. Azért az nem olyan rossz. Meg igazából annyira nem kell megszakadni érte, nem? Miért 3 kilométerre megy a izé? Ja, mert pont fordult, mondom, mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen? Jó, gyerekek, tyúkok fullan lesznek. Egyébként gondolkozok rajta, hogy minden második, amíg még nincsen 10 tyúkol, vagy 20 tyúkol, minden második vetésforgóra rakjak valami izé, majd babot, vagy ilyesmit, aztán akkor abban meg egy kis plusz pénzünk van. Mondom, valószínűleg, hogy a következőben azt fogom csinálni, mert miért ne, nem? Na, az ifa nem jó helyen lesz. Ugye? Be is kell vinnem, meg nem is jó helyen volt. Tök jó! Jaj, gyerekek! Meg le akarok aratni még, meg egy kicsit ilyen beszélgetéses dolog. Na, és akkor ugye igen, annyit mentem bele, hogy minden egyes nap kimentem délen, -10 fokba, hóesésbe, esett az eső, akkor is.
És annyit estem én azzal a motorra, és azok ugye tök jó úgy meg vannak csinálva, hogy a műanyagi domok is olyanok, hogy ilyen nagyon hajlékonyak, tehát nem merevek. Mit tudom, esővel egy ilyen baszott, nagyon nagyot, akkor se töröd össze. Így felállítod, hogy lefullad véletleg, akkor berúgod, meg ráadásul ugye úgy van a berúgókart, nem úgy, mint az RTZ, MZ korszakban, meg ezeknél, hogy úgy tudod berúgni, hogy állsz mellette, hanem úgy tudod berúgni, hogy a jobb oldalon van a berúgókat, tehát átlépsz, úgy tudod berúgni. És az viszont meg marha jó, mivel az legutolsóban nem akarok rakni, mert akkor ott oda be tudom menteni majd a crossból is. Az viszont tök jó, mert ugye akkor nem kell állandóan leszállogatnod, hogyha lefullasztod, vagy ha valami történik, hanem csak felugrasz, hogy azt úgy be tudod rúgni. Az egy jó dolog. Na, ez full home van, apám, gyerekek itt aztán. Csirkék azok nem fognak meg ilyen dögleni, mi? Majd gameplayen kívül berakom azokat a ládákat, jó? Hogy ne legyen belőle problém. Jó, ebbe itt a fejet még, az ilyen fejet még. És megint 76%-on van, Jézus Mária. Menjünk. Ja, hát egy géppark frissítés lesz mindenképp, aztán utána meg költözünk odébb. Ide meg akkor csak annyit kell csinálnunk, hogy folyamatos csirke olvétel. Egészen ugye, amíg meg nem lesz 20. Utána meg legömbölyítjük a telepet. Aztán ennyi. Akkor ez megvan ez a szekció. Beleöltünk egy csomó pénzt, meg jó drága volt minden, viszont ez termelni fogja folyamatosan a suskát. És utána akkor mehetünk, állhatunk tovább. Nem is biztos, hogy a marna telepet csinálnám meg legelőször, hanem lehet, hogy a izét csinálnám meg. A nagy gazdaságot, ugye betakarítás, meg vetés, meg minden hatalmas gépekkel. Mondjuk egy ilyen 5 kombájn, 5 ilyen ekkora kombájn, meg 5 mit tudom, vető, és akkor azokról megint lejön egy ilyen mit tudom, több 10 millió is akár pénzbe, ugye. Mehetünk is. Kimegyek az útra, mert innen már szerintem érdemesebb úgy közlekedni, nem? Főleg, ha arra is áll a gép. Igen, aztán, ja, meg volt a izé, Yama YZ, csomót mentem vele. Azt nem is tudom, hogy mi volt. Igen, úgy volt, hogy ugye elkezdtem akkor nagy motorjogsit. Nagyon szerettem a motorozást, és akkor úgy volt, hogy a nagy motorjogsi még nem volt meg a jogsim. Eladtam a Yama YZ-t, Szegedről jöttek értem, jött egy csávó, egy rendőr volt. Ráadásul haverra mentünk ki. Aztán mondtuk neki, hogy a falun kívül motorozzál, de falun belül nem, mert sok a buzi rendőr. Azt izé volt. Aztán mutatta a rendőr igazolványát, a rendőr vagyok. Bocs, faver meg, jó van, oké, elnézést. Vicces volt, azt hittük. Na mindegy, aztán csávó az annyira élvezte, képzeljétek, hogy dombok vannak, mert ugye Szeged környékén kevés a domb, maximum építenek egyet, azt annak örülnek, lefelbutkoznak rá. Hogy a csávó az izét, az konkrétan amennyi volt a tankba üzemanyag, azt lefőjárkált az olaj dombokon. Itt a faluba környéken. Így vártunk egy csomót, már minden bolyongó, de abban ez a gyerek. Azt hallottuk, hogy izé, harsog a hegyhát, tudjátok, amikor izé, lefőjár a motorra. Mondom, hát ez nagyon élvezi. Na ide kell hozni akkor a dobozokhoz a következőt. És már lassan mehetek is érte gyereke. Az jó, hogy logisztikai szempontból nagyon jó el van helyezve ez a föld, meg ez a telep. Ja, aztán visszajött, ezt szétszedtük, beraktuk a valami autójába, valami kombival jött, ezt levitte. Aztán utána meg, hát igaz, ugye mindenki ilyen eltézés volt így a ismerősök között, azt annyira rám beszéltek, hogy eltézét akarja venni. Hát akkor is öreg volt, most meg még öregebb, most már ilyen nagyon veterán kategória. Hát azt is tudjátok is, szürke eltéző. Na hát azt megvettem, akkor ugye nagyon tetszett meg minden, azt ilyen tök patika volt, van róla képek. Nem tudom, rakja ki Instagramra, lehet kirakok Instára, azt meg tudjátok nézni. Ilyen tényleg ilyen nagyon patika volt, ilyen ezüst metál volt, vagy ilyen szürke és metál szürke. Tök jó ilyen modernre volt, megcsinálva dupla tárcsafék elől, meg ilyen hülyeségeket csináltunk. Vettem rá gyorsasági gumikat, szó szerint ilyen olyan, nem ilyen régi eltéző gumik voltak rajta, hanem szó szerint ilyen gyorsasági gumik. Aztán azzal verettem.
De még nem volt meg a jogsim. Ja, és az úgy volt, hogy Kestályról lett hazahozva, hát azt is izével kellett hazahozni, mert ugye nem volt jogsim, úgyhogy nem tudtam hazahozni. Emiatt igen. És úgy kellett hazahozni. És az volt a durva, hogy mikor én megvettem az ETZ-t, akkor azon nem volt műszaki, én műszakiztattam. Meg a haver ETZ-jén se volt műszaki, én 250-es ETZ-t vettem egyébként, nem tudom mondtam-e. Őnek évek 125-ese volt, vagy 150-ese, mert volt egy 150-es ETZ is. És akkor a rendőrök mindig hajtották a rádóiakat. De úgy volt, hogy állandóan motoros volt, meglátták, föl a villogó, és akkor motoros az kis szökutcákban meg se találták sose, de mindig ott a mérgelődtek, csapkodták a sapkájukat föltől, hogy az ETZ-s hülyék mindig megléptek előlük, meg a java y-zések, meg minden. Hát ez szerintem így, majdnem minden faluban így van. Na. Ugye gyerekek, ebben mennyi fér ma? Na, várjatok, aztán hadd meséljem el. Aztán nem visszakisztottuk a járműveket, és mentünk át a rádónak így a központján. Jött a rendőr autó, fölcsapta a villogót, bevágott elénk, mi meg ilyen halálhótka nyugodtan, tudod. Ezt kiugrottak ki, hogy ó, most aztán megvannak a hülyék. Erre mi meg, ugye, hát azért ugye rendszer ilyen, ahogy mondták, papírokat, jogosítványt, forgalmi engedélyt. Mi meg így benyújtunk. Tudjátok, így letámasztottuk. Meg szálljunk le a motorra persze, hogy ne tudjunk menekülni. Letámasztottuk. Papírokat elővettük, azt odaadtuk a csávornak. Az meg csak így nézett, hogy what? Hogy a francba? Miért? Hogyan sikerült? És akkor így látta ugye a rendőr, hogy ilyen egynapos műszaki van. Tehát mitől előtte egy héttel, két héttel nem volt műszaki a motorokat. De hát nem tud mit csinálni, érted? Nem tud mit csinálni, hiába a fejem pörög, akkor is nem volt rajta műszaki, akkor még, hát de most van. És ugye nem tud mit csinálni, és akkor nagy duzzogva még mindent is ellenőriztek. Itt tudom, első segélycsomag volt, ilyen motoros pici első segélycsomag volt. Minden, és minden hivatlanul, minden stimmelt, és ilyen nagyon mérgesen így elmentek. Azóta se szeretnek egyébként azok a rendőrök. A gyerekek, szerintem nincs olyan ember, akit többször állítanak meg szednek ki, mint engem. Még ha névom Matizza járok, akkor is komolyan mondom. Na, ezt is bevisszük. Úgyhogy ez egy ilyen szituáció volt. És akkor a 250-re sertizéztem. Többet szereltem, mint amit mentem vele, és a szó szerint többet szereltem. Egyszerűen megőrgített, utángyártott szaralkatrészek. Amúgy se egy nagy eresztés az ETZ, és aki védi nekem, az nem ment után, nem ment később Hondával például. A japán motor a kelet-német motorhoz képest ég és föl. Technikailag is ugyanabban az időszakban sokkal jobb motorokat csináltak, minőségben is jobb. Minőségben úgy értem, hogy jobban működnek, mint az olasz motorok is. Tidisztoros gyújtást használnak. Ahogy az ETZ-ben ilyen kalapácsos megszakítás gyújtás volt, olyan szépen tudott elmászni, hogy az Isten nem állította utána vissza. Folyamatosan szerszámkészlettel következlekedni, ment egy 100 km-t, elmászott a gyújtásod, állítgathattad. Szóval egy ilyen tortúra volt az élet az ETZ-ben. Az után gyártott alkatrészek még szarabb minőségűek voltak sajnos. Mit akartam még ezzel kapcsolatban? Igen. Minden probléma. Ami a létező összes problémába belefutottam, pedig gyönyörű, karbantartott, nagyon jó motor volt. Megvettem rá mindig mindent, mégis mindig szar volt. Elektromos probléma, gyújtás probléma, visszatöltés probléma. Volt olyan, hogy 130-nál dobnak lefele, nyíle húztam neki, jó volt az adalék, minden jó volt. Bálta izé. Dugattyú, olyan fékcsikot húzta, vagy szögletes lett a kubin, hál' Isten nem estem el, pedig hogyha az mondjuk kanyarba történt volna, akkor biztos, hogy ott maradok. Brutál volt, gyerekek, komolyan mondom. Beáll dugattyú, utána henger, felfurás, utána új dugattyú, új gyűrű, karburátor állítgatás sokat. Nagyon lehetett vele szívni egyébként. Nem arra találták ki, hogy hosszú távon, meg napi használatban sokat
menjél vele, hogyha mentél vele sokat, meg napi használatban volt, akkor sokat is kellett szerelni. Ahhoz képest ugye volt olyan mahám, ami pöcre egy rugásra indult, 2 éven keresztül soha nem volt vele baja. Biztos azoknak is lehet baja, de szerintem nagy általánosságban azért a japán motorok azok fényévekkel előbbre vannak, mint a kelet-németek. Jöcsém! Ó, azt a betyár, hallod? Ez azt hittem nem fér be. Mondom, én nem szállok le a gázra, öcsém! Buzi, aki elveszi, mi? Na gyerekek, azért ez már nem a rossz kategória. Nem tudom leengedni a vágóasztat, le tudom, nem? Azt tud lerakni. Levetjük gyerekek. Igaz, hogy nincs mit felvenni rá, de levetettük. Meg akkor ugye csövet, csőkiengedést csinálunk. Meg akkor az ifa-bifa, hol van az ifa-bifa? Ifa-bifánk az meg itt van. Meg közben behoztuk már a crosst is. Úgyhogy tök jó, nincs is kingépünk. Hát a szalmát azt összeszedem, mindjárt annyi még, hogy nézek rá valamit. Ja, és akkor eltézék orszak. Mennyit szereltem, meg bolondultam. És akkor nem sokkal utána nekiálltam inkább autójogsi, és akkor el is maradt. Akkor féle lett ragva, hát nagyon sokat az eltézé, baromi sokat. Olyan szintre, hogy be volt állva a dugattya, pedig az áthelyem volt, ugye összeszáradt minden, meg összerohadt minden. Aztán úgy gondoltam rá, hogy nekiállok szerelni, talán még ugye volt róla egy videósorozat is, hogy szereljünk eltézét. Aztán utána elköltöztem Győrbe, a faterom azt meg úgy gondolta, hogy az eltézét eladja, de ott rohadja. Hát, lehet, hogy jó tette, nem tudom. Mindegy, így zárult le igazából a motoros pályafutásom. Amúgy nem rossz motorozni. Nagyon sokan most ugye, nagyon rengetegen, nyáron rengeteg motoros látni. Amikor én motoroztam, akkor nem volt ennyi motoros. De most tényleg ez, mit tudom, nem milyen felvágás, meg ilyesmi. Akkor még nem volt ekkora kultikus dolog a motorozás. Gyerekek, most ezt aztán jól megtöltöttem mindent is, nem? Hogy állnak az állatok? 21 ezer liter, van egy 4 ezer literes rohadt élet. 24 ezer, 25 ezer, 22 ezer. Figyelj, minden egy van, csak van egy 4 ezer literes. Szegény az így elmaradt. Egy megjelölés, fogadjunk az utolsó. Nem az utolsó előtti. Jó, van annyi baj legyen, gyerekek. Viszont ilyen 20 ezerek meg... De várjál, hogy lehet 24 ezer, meg 21 ezer? 24 ezer, 25 ezer fér be összesen nekik. Jó, hát ennyi baj, annyi baj legyen, srácok, szerintem nem olyan nagy gond. 4000 literre is körülbelül egy zsetés korgót, hát mondjuk pont nem fér ki, vagy fél bír ki. Hát aztán addig nem tojnak az az egy jól. Annyi baj legyen. Amit akartam még, szerintem tök jók meg vagyunk. Megnézem, hogy nagy traktorokat, esetleg egy böszme nagy traktor, mert igazából nem kellene nekem sok traktor. Mennyibe kerülnek a nagy dög traktorok, a modulatlanok esetleg? Bár a kirovecek, azok jók. A T150K meg olcsó, úgyhogy nem nagyon tudok. Mondjuk a Rábát, figyeljetek a Rábát, azt mennyire vettük? 60 ezerért, ugye azt beszéltük, azt egy 50-ért fogom eladni. Az meg 80, úgyhogy 180 ezerünk biztos, hogy van. Nézzük meg, hát 180 ezerben lehet nem sok minden traktort kapok, ugye? Na nézzük meg a nagy traktorokat, hogy mit érdemes, meg mi az, amik vannak nekünk. 438 ezer, 526 ezer, ebben azt hiszem tudok venni a 620-asat is, ugye? 700 lóvas, az mondjuk nem olyan rossz. Én nagyon-nagyon szeretem, és mindenképpen imádom, és tényleg ez egy nagyon jó dolog. A fentek azok tök jók tudnak lenni, mivel rohadt gyorsak, meg a GCB-k. Ugye a nagy GCB 348 lóerő, 310 ezer ér. Nem tudok bele nagyobb motort? De szerintem nem. 70 km per óra, és a nagy fentek, amik ugye nem ilyen gumihevederes, hanem ő 60. Akkor benéztem, nem, rosszul emlékeztem, hogy ő nem tudja a 70-et. Nem, ő csak 60-at. Oj. Ő meg 40-et. Mindenképp valami ízét akarok, amelyik gyorsan is tud menni, ugye? Úgyhogy lehet, hogy már 396 motorbeállítás, mit tudunk a legnagyobbat? 517 lóerő nagyfennek,
Sebessége nem változik. Dupla kerék viszont. Széles gumik. Mondjuk a széles gumikkal is, meg súlyokkal is szerintem jó lehet. 373.000-be fájna. Meg kéne nézni az eszközöket, ugye. Hogy mit akarok egyáltalán bontatni, mondjuk azzal kellene kezdeni talán. Ugye, hogyha lenne a keepernek egy kis esze. Hol vannak a izék? Metrőgépek. És nézzük a legnagyobbakat. méteres. Betegé bevetheted a földet, azon kívül közvetlenül is vethetsz előre, nem kell tulajdonítás, vagy ekkor a szántás. Viszont kellene neki a 980 erket, mert ő neki azt hiszem, hogy nagyon nem, nincsen neki tartája, ugye? Szóval ez önmagába cseszhetjük, tehát mindenképp kell neki ő. Ami együtt azért nem olcsó, meg ráadásul ez egy ilyen hatalmas szerelvény, ez tényleg valami epik nagy földekre lenne jó. A TH1400-zal tudna ő együtt működni. Az a baj, ez is ilyen szerelvény cuccos, tudod, hogy együtt tudod húzni, és ezeket én valahogy nem preferálom. 15 méteres. Itt van egy 15 méteresünk. Ő viszont 224 ezerbe fáj, ami nem rossz. 224, 270 lóerő. Nem rossz. 15 méter. A másik 18 méter, de ugye ahhoz már kell plusz egység. Nem szívesen csinálnám a plusz egységes gyerekek. Akkor 1100. Akkor 1100-zal kompatibilis ő. Mi az akkor 1100? Hol van az? Nem jövök rá. Hát nem jövök rá. méter. Mi az, hogy akku 1100? Hol van itt akku 1100? És mi a szar az? Nem kell ugye izé. 8000 liter. Mondjuk a 8000 liter az rohadt kevés, nem? Mondjuk nekünk meg 5000 literünk van. 8000 liter. Gondor. Mi az akku 1100? Mi az akku 1100? Megtalálom én ezt úgy, hogyha márkák szerint rakom? De viszont valószínű, hogy meg. Ja, súly, bazzer. Én mindig elfelejtem, hogy súly. Akkor kell neki egy súly is? Milyen olyan traktorunk van, ami az el tudná vinni? Tulajdonítók. Vagyis nem tulajdonítók, hülye vagy. Az akkor 1100, de hát az nekem teljesen lényeg. Talán az a lényeg, hogy megpróbáljuk, hogy vigye el valami, ugye? Akkor ez az olyan legszélesebb, amelyikhez nem kell ugye plusz egység. 18 méteres. A milyen kosz meg most? 9 méteres? Tehát akkor kettő ilyennel le tudnánk váltani, ugye? Kettő ilyennel. Kettő ilyenne le tudnánk váltani hármat, sőt, még szélesebbet is húznánk. Kettő ilyenne szélesebbet húznánk, mint három olyannal. Nem rossz. 270 paci kell neki, 224 ezer bekerül. A mi traktoraink, ugye, ők meg 400 pacik. Úgyhogy még jó is lenne neki, ugye? Akkor valószínű, hogy azt fog lenni. Őket egyébként, figyeljetek, kettőt eladnék, ha tudnék egy olyat venni, ami szerintem nem lenne rossz, 120. Mennyibe került, baze? 224. Ez tényleg attól félek, hogy ez ilyen extra nagy, az nagyon jó. Csak ezzel biztos, hogy gépi munkás nem fog elboldogulni. Ez meg ugye elég kompakt. Az elég kompakt méretű. Uh-huh.
Jó, ezt még meggondolja a Keeper, meg írjátok ötleteket nyugodtan. És várlak benneteket a következő részben mindenképpen. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!